A Minority Safe Pack egy Európa szintű kezdeményezés, amely 2012-ben indult az Európai Őshonos Nemzeti Kisebbségek Uniójától. A cél, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon az Európai Őshonos Kisebbségek sorsával, jogaival, így a külhoni magyarok ügyével is. Politikai szervezetek, egyházi közösségek, sok civil szervezet csatlakozott hozzá, így a megyei közgyűlés is. A megyei közgyűléssel is egy határozati javaslatot fogadtunk el. Felszólításról éltünk a megyek közösségeihez, polgármestereihez, önkormányzataihoz, egyházi közösségeihez, és hát biztos vagyok benne, hogy ennél a számnál, amit most itt átadtunk a kezdeményező gazdájnak, a Rákóczi Szövetségnek, amelyettől ők kapták ezt a feladatot, ennek sokszorosan gyűjtött szem a megyében. Ami hozzánk eljutott polgármester kollégáktól, országgyűlési képviselőktől, az 8800-nál több aláírás, 8844 aláírás. Ebből több mint 3000-et a megyei közgyűlés tagjai gyűjtöttek össze. A frakció vezetőkön túl egyházi közösségek, országgyűlési képviselők, civil szervezetek is kivették részüket a támogatásból. 1 millió aláírásra van szükség április 3-áig, ahhoz, hogy a Minority Safe Pack, magyar nevén Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés átmenjen a tűz próbáján, és az Európai Bizottság köteles legyen foglalkozni a határon túli magyarok ügyével. Azt gondolom, hogy mivel Magyarország az egyetlen olyan ország, ami mondhatjuk kicsit ironikusan, de alapvetően tényszerűen, hogy önmagunkkal vagyunk határosak. Ha átmegyek a határon bárhol itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami 3 határ benti megye, akkor magyar szót hallok az első településen, magyar emberekkel találkozunk, és természetesen mindenki mást is tiszteletbe tartva, magyarul álmodunk és magyarul gondolkozunk, és magyar jövőben gondolkozunk. Ezért fontos, hogy a hiányzó 25 ezer aláírás összegyűjjön. Ehhez bárki csatlakozhat a jogaink.hu oldalon, vagy papír alapon is aláírhatja a kezdeményezést a Magyar Posta kirendeltségeiben. Koordinálással segítette a munkát a Rákóczi Szövetség is, akik 1989 óta Kárpát-medencei magyar kapcsolatokat igyekeznek előmozdítani. Nem egy belpolitikai témáról van szó, egy olyan európai ügyről van szó, ami egy nagyon fontos magyar ügy, ami abban segíti a Kolozsváron, meg Kassán, meg Pozsonyban, Szabadkán élő magyarokat, hogy meg tudják őrizni a nyelvüket, kultúrájukat, hogy legyenek iskoláik, hogy lehessenek jelképeik, hogy ne megzárhassák őket az aktuális kormányok, attól függően, hogy éppen milyen kurzus van egy-egy országban, akkor az emberek többség azt mondta, hogy hát természetesen én ezt aláírom, ezt egy fontos ügynek gondolom. Legalább 2 millió külhoni magyar érintett az ügyben. Az ő nyelvi, oktatási, kulturális intézményeiket és jogaikat védené a kezdeményezés.